Ültetik a burgonyát, tavaly szinte a termés fele oda lett, a gazdálkodók idén több csapadékban reménykednek. Különleges év, történelmi emlékhelyavatása és a Tomori kúria megnyitására készülnek idén Szabolcsban. Rendőrségi beszámoló növelné a közúti ellenőrzések számát Nyíregyháza rendőrkapitánya. A szokásosnál korábban elkezdték ültetni a burgonyát Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, tavaly csaknem a termés fele odaveszett a történelmi aszály miatt, idén jóval több csapadékban bíznak a termelők. Ez a Kölcsey Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A régióban egyébként már szinte valamennyi nagy kiterjedésű burgonya ültetvényt öntöznek, az előző évre jellemző forróságot és szárazságot azonban így is szinte lehetetlen volt kezelni. A Babona szerint április 12-én Gyula napján érdemes elkezdeni a burgonya ültetését. Idén erre hamarabb sor került a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson. Az erre szánt területek több mint háromnegyedén már a földben van a vetőkrumpli. Ezekben a napokban a szeszélyes időjárás akadályozza meg azt, hogy befejezzék a munkát. Soha nem ültettük még ilyen korán, eltett március közepén, sajnos most ez az időjárás egyáltalán nem fogja a kegyeibe a burgonyát, mivel nagyon hideg van, ugye múlt héten is mínusz 5-6 fok volt, ma reggel is mínusz 1 fok volt. Hát 48 fajta burgonya van most per pillanat, de még fogunk kapni, úgy, amit ugye a héten, jövő héten szeretnénk elültetni. Hát a burgonyára visszatérve, ugye tavaly, hogy olyan jó ára volt, most valamelyes talán azt mondják a kereskedők is, hogy többen, de csak a kicsik, tehát a nagyok azok nem fognak már visszatérni, mivel ugye a gépek azok már régen tönkrementek, amikor abba hagyták ugyanak idén. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszünk a burgonyáról, hogy ebben az évben mit fog produkálni. Tavaly hatalmas kárt okozott a történelmi aszályos nyár és a hatalmas légköri meleg a burgonya ültetvényeken. Augusztinyi András azt mondta, a hektáronkénti 45-50 tonna helyett az előző szezonban a 30 tonnát sem érte el a terméshozam. A gazdálkodók abban bíznak, hogy idén kedvezőbb lesz az időjárás, de készülnek arra is, hogy a tavalyihoz hasonlóan kevés csapadék éri a földeket. Voltak olyan fajták, amik tényleg úgy jó hozták, de voltak, amik nagyon-nagyon gyengén, sőt mondhatni, hogy szinte kritikán aluli. Hát sajnos ilyen az időjárás, tápanyag utánpótlással nincs gond, úgyhogy egyedül még abban tudunk csak bízni, hogy nem lesz olyan iszonyatos kánikula. Bár a Luca naptár szerint azt mondják, hogy még április, május még úgy, hogy csapadékos lesz, de a június, július, augusztusban megint csapadék szegény mondani. Tehát nyilván nem tudják megmondani, hogy mennyi, de megint azt jósolták. Hát mi abban reménykedünk, hogy megközelítőleg sem lesz olyan, mert hogyha egy olyan csapadékszegény év lesz az idei, mint a tavalyát, akkor az nagyon-nagyon rossz lesz. Kicsiknek, nagyoknak, minden gazdálkodónak, termőnek. Tavaly Magyarországon 144 ezer tonna étkezési burgonyát takarítottak be, miközben az éves fogyasztás meghaladja a 200 ezer tonnát, a szükséglet harmadát éppen ezért jelenleg behozatal fedezi. A belföldi burgonya ültetvények csaknem 90%-át öntözik, csapadékpótlás nélkül ugyanis a térségre jellemző homokos talajon nem is lehetne már gazdálkodni, mert a burgonya rosszul viseli a meleget és az aszályt. Közel 200 millió forintos költségvetéssel készül az évre Szabolcs község önkormányzata. A településen idén adják át ünnepélyes keretek között a történelmi emlékhely címet, emellett a Tomori kúria is megnyitja kapuit a látogatók előtt. Varázsolni nem tudunk, azt kell beosztani, ami van, és a források végesek. Ezt akár Szabolcs vezér vagy Szent István is mondhatta volna közel 1000 évvel ezelőtt ezeken a helyeken, de a valóság az, hogy az idézet Csegei Lászlótól származik. Az idei évi költségvetés elfogadása után Szabolcs község polgármestere úgy látja, az önkormányzat továbbra is el tud látni minden fontos feladatot. Idén közel 200 millióból fogunk gazdálkodni. A folyó fejlesztések, pályázatos beruházásokra áthúzódó forrás 23-as esztendőre közel 60-65 millió forint körül van, amit még fejlesztésre fogunk elkölteni. Ez már konkrét fejlesztési forrás, és hát várjuk a jövőbeli lehetőségeket.
Csegei László hangsúlyozta, a rezsiárak okozta nehézségek ellenére az önkormányzatnak sikerült takarékosan gazdálkodni a múlt évben, így a már futó projektek befejezéséhez szükséges többletköltséget ezekből a forrásokból tudják pótolni. Folytatják a gyalogos és kerékpárútfejlesztést, és a turisztikai szempontokat is figyelembe véve igyekeznek a diákok és a családok számára egyaránt vonzó úticéllá tenni Szabolcsot. A 2023-as szimbolikus jelentőségű év lesz a település történetében. Ez az esztendő nagy kihívás a település számára, egyben nagyon nagy megtiszteltetés, hogy megkaptuk a történelmi emlékhely kitüntető címet. Ennek a protokollális ünnepsége idén május 20-án lesz megtartva. Nálunk nagyon érdekes az alkalom, hiszen nem csak a település napja, hanem a megyeinek a napja, a megye nap is kapcsolódik ehhez az alkalomhoz, itt lesz megtartva ebben az esztendőben. Különös figyelmet fordítunk erre, és hát arra számítunk, hogy nagyon sokan meg fognak fordulni a településen, és mi nagy tisztelettel és szeretettel készülünk és várjuk is ezt az alkalmat. A megye napja mellett az idei év egyik legjobban várt eseménye Szabolcsban, hogy a külső átadás után végre a látogatók számára is megnyissa kapuit a Mudrány kúriától nem messze fekvő, mostanában felújított másik kúria. A mögöttünk lévő épület ez a Tomori kúria, amely építészetileg gyakorlatilag az év végére, múlt év végére teljesen megvalósult. Jelenleg a belső építészet és kiállító tér berendezése van folyamatban. Ígéretek szerint május 20-án a megyenap, illetve a település ünnep alkalmával ünnepélyesen átadásra kerül a mögöttünk lévő bemutatótér is, amely valójában a Földvár történeti kiállító tér lesz, amely a Szabolcsi Földvár mellett az európai földvárak történetével is foglalkozni fog. A polgármester úgy fogalmazott, a település infrastruktúrája alkalmassá teszi Szabolcsot a turisták fogadására, érkezzenek szárazföldön vagy épp vízen, hiszen az értékes történelmi örökség mellett a Tisza közelségének köszönhetően a település jó természeti adottságokkal is rendelkezik. Csütörtök 22 órától péntek 22 óráig, illetve szombat 22 órától hétfő 22 óráig lesz érvényben kamion tilalom. Ezért az ettől eltérő időszakokban még a szokásosnál is nagyobb kamionos forgalomra számíthatnak a közlekedők, főleg a gyorsforgalmi utakon. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy húsvét alkalmával a legtöbben hétfőn indulnak útnak. Így a magyar közút szakemberei azt javasolják, hogy aki teheti, az inkább hétfőn minél később, vagy kedd reggel keljen útra, ha egy hosszabb vidéki utazás után szeretne hazatérni. Arra is kérik a sofőröket a szakemberek, hogy a következő napokban még indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, az út és látási viszonyokról. A közlekedési balesetek számában szeretne javulást elérni idén Nyíregyháza rendőrkapitánya, Tóth Attila alezredes 35 perc című műsorunkban azt mondta, 2022-ben 4%-kal emelkedett a személyi sérüléses balesetek száma, drónokat és újabb fix trafi boxokat telepítenének, és továbbra is alkalmazzák majd a finn módszert. Hosszú sorban álltak az autók Nyíregyházán a Debreceni úton. A rendőrök mindenkit megállítottak. A sofőröknek csak szondát kellett fújniuk. Ez az úgynevezett finn módszer, amely a megyeszékhelyen bevált, mondta 35 perc című műsorunkban Tóth Attila, Nyíregyháza rendőrkapitánya. Erre picit rányomta a bélyegét a Covid korlátozás, ugye, amikor nekünk is mindenféle szabályt be kellett tartanunk az egészség megóvása érdekében. Most a korlátozások feloldásával újra hatékonyan alkalmazzuk. És valóban igen, azt mutatja a gyakorlat, hogy a reggeli órákban egyébként sokkal több ittas vezetőt szűrünk ki, de azonban ezt nem lehet általánosítani, tehát a nap bármely szakában számolni kell az idei esztendőben is az ilyen típusú ellenőrzésekre, amikor csak egy alkoholtesztert fújtunk. De természetesen, hogyha a kollégáim emellett valami kirívó szabálytalanságot észlelnek, akkor abban is megteszik a szükséges intézkedéseket. Ezzel együtt a tavalyi évben 30 ezer intézkedést hajtottak végre a városban, amelyből 20 ezer esetben valamilyen szabálysértést észleltek. Ennek ellenére a személyi sérülésekkel járó balesetek száma 4%-kal emelkedett 2022-ben.
Sebességet most már többféle módon ellenőrzünk. Egyrészt, ahogy ön is mondta, vannak ezek a fix telepítésű trafipaxok, akár a védakapukról beszélünk, vagy találkozhatunk most már itt a Szegfi utcán ezzel az úgynevezett trafiboxsal, amiből tervezünk még a városban majd többet is kialakítani. De emellett valóban mozgásban is ellenőrizzük a sebesség túlépéket. És igen, azt gondolom, hogy azért az elmúlt évben ezt kellő hatékonysággal tesszük, azért látványosan visszaesett a sebesség túlépéseknek a száma. Azonban még mindig az egyik legfőbb balesetet előidéző oka a sebességhelytelen megválasztása. A városi rendőrkapitány azt mondta, feladataikhoz mérten megfelelő a rendőri állomány létszáma és felkészültsége. Bízik abban, hogy vonzó a pálya a fiatalok számára. Nagy érdeklődés van a rendőri pálya iránt a térségben. Nyilván ez főleg azért a keleti régióban ez azért hatványozottabban érvényesül. Nyíregyháza állománya azt gondolom, hogy egy teljesen nyugodt, jól felkészült, egy fiatal és egyre fiatalabb állománnyal dolgozom. Nekem örömömre szolgál, 90% feletti a feltöltöttségünk, amely nagyon kevés nagyváros dicsekedhet hasonló feltöltöttséggel. Szeretnek itt dolgozni a munkatársaim, élvezik, és igyekszünk az állampolgárokkal szorosan együttműködve az ő érdekükben tevékenykedni, és tenni még vonzóbbá a fiatalok körében a rendőri pályát is. A 2023-as évben szeretnék fokozni a közlekedési ellenőrzések számát és intenzitását. Emellett a Szegfi utcai után újabb fix trafiboxokat fognak telepíteni Nyíregyházán. Mindent meg kell tenni azért, hogy kihirdessék a tűzszünetet és megkezdődjenek a béketárgyalások az orosz-ukrán háború befejezése érdekében, mondta Kovács Sándor Máté Szalkán. A Fidesz országgyűlési képviselője a parlamentben kormánypárti többséggel elfogadott békepárti határozat kapcsán arról beszélt, hogy az a magyar emberek álláspontját tükrözi. Mindent meg kell tenni annak érdekében. Egyébként globális szinten a többség, az nemzetek többsége a béke pártjánál, hogy először béketárgyalások kellenek, és utána kell vitatkozni arról, hogy kinek van igaza és meddig van igaza. Mi a béke pártjánálunk, hogy meg tudjuk akadályozni az emberek életét, az véreknek a kiontását, a gyilkolászást. És azt gondolom, hogy csak ez számít. Minden más másodlagos, de a magyar nemzet még ebben sem tudott, a magyar parlamenti pártok ebben sem tudtak egységesek lenni, mert nekik az volt az utasítás, hogy nem kell megszavazni, mi pedig jó érzésből, nemzettársaink iránti jó érzésből pedig megszavaztuk. Azon fogunk lenni, hogy az eszkalálódását a háborúnak megakadályozunk, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonságban élhessenek tovább. Nyár elejére elkészül az új autóbusztelephely Nyíregyházán, a létesítmény része annak a több mint 8 milliárd forintos projektnek, amelyből korábban 41 CNG buszt vásárolt, és az ezekhez szükséges töltőállomást is kialakított a város. A zöld beruházás 100%-ban támogatott uniós és állami forrásból épül. Helyszíni bejárás az új autóbusztelephelyen Nyíregyházán. Az útburkolatok és a parkolók már elkészültek, az iroda és portaépületben a befejező munkálatokat végzik, a javítócsarnokban pedig szerelvényezés zajlik. A több mint 8 milliárd forintos közlekedésfejlesztési beruházás 2017-ben kezdődött. Akkor 41 darab sűrített földgázzal üzemelő, úgynevezett CNG buszt szerzett be a város. Ezekhez további források lehívásával töltőállomást is kialakítottak ezen a helyszínen. Az volt a fő célunk, hogy a városban a legkisebb környezetszennyező buszok legyenek, és egy olyan telephely, hát mindenki ismeri, vagy gondolom kívülről látja, hogy a Korányin milyen a volánbusz telephelye, ami a következő évtizedekre is jó, modern, környezetkímélő ez is. Azért mondom, mert itt 25-17 kilowatt napelem van a két épületen, az irodaházon, javítócsarnokon. Ez már egy olyan kapacitás, amivel azért lehet gazdálkodni. A 2017 óta zajló több elemből álló program évről évre bővült, emiatt a kivitelezéshez szükséges forrás összege is jelentősen emelkedett. Azzal indítottunk, hogy 100%-os támogatású pályázatot nyertünk 5 milliárddal, amiből meglett a 41 busz, gázüzemű busz, de aztán felemeltük, hogy telephelyünk is legyen 7 milliárdra, majd a költségnövekedések miatt 8,1 milliárd lett a vége.
Az egykori Vai laktanya területek korábban a város rozsda övezetének számított, mostanra azonban már 21. századi létesítményeknek ad otthont. Korábban technológiai transferközpont és modern munkásszálló is épült a helyszínen. A zöld felületek rendezése is folyamatban van. Fa cserje ültetés, humuszterítés, füvesítés is zajlik a területen. Április 19-én rendezik meg a labdarúgó megyei kupa harmadik fordulóját, amelyben 8 csapat lép pályára. A Biri Tarpa, a Gyulaháza Ibránya, a Csenger Sima Nagyecsed és a Gergely Ugornya Újfehértó párharc győztese felkerül a Magyar Kupa országos főtáblájára. A vesztesek is tovább játszanak, közülük még 2 csatlakoznak a továbbjutókhoz. Bár az időjárás az elmúlt napokban nem éppen a tavaszt idézte, javában zajlik a tavaszi szezon a különböző megyei osztályokban. Sőt, már a kupában is készülhetnek a tavaszi folytatásra a csapatok. A megyei kupa harmadik fordulóján a párosítását készítettük el. Ugye nyílt sorsolás, ez nálunk már megszokott. Ez azt jelenti, hogy a versenybizottság, amikor elkészíti a sorsolást, akkor valamennyi résztvevő egyesület képviselheti magát. Most ugye 8 csapat volt még versenyben, 3 egyesülettől volt itt a helyszínen képviselő, láthatta, hogy minden rendben zajlott a sorsolásnál. Olyan szerencsésen vagy véletlenül alakult a sorsolás, hogy a megye 2-es csapatok fogadják a megye 1-est. Ugye 4 megye másodosztályú és 4 első osztályú csapat van még versenyben. Április 19-e lesz a játéknap. És itt ugye a tét, az országos főtáblára jutás, idén is 6 egyesületet adhat fel megyénk az országos főtáblára a kupában. Ez azt jelenti, hogy aki mostan negyeddöntőbe győztes lesz, az a 4 csapat már biztos, hogy főtáblán lesz, és még a 4 vesztes közül is 2 felkerülhet, tehát lesz mindenféleképpen a 4. forduló is a megyei kupába, illetve természetesen idén is meg szeretnénk rendezni a megyei kupa döntőket, így a 4 továbbjutó csapat is fog még egy kört játszani, hogy aztán maradjon 2, aki ezért a megyei kupa sárlagért megküzd. Nem csak a csapatoknak, hanem a klubvezetőknek is készülniük kell egy áprilisi időpontra. A 2023-24-es szezonban NB3-as bajnokságban vagy megyei első osztályi bajnokságban szeretne indulni, neki április 10-éig kell benyújtani az amatőr licenszet. Aki megyei első osztályba szeretne indulni, az adott megyei igazgatóságra kell, hogy benyújtsa április 10-éig, aki NB3-ban, az pedig az MLS felé kell, hogy jelezze a szándékát, hiszen ugye meg kell felelni bizonyos kritériumoknak, úgyhogy április 10-ig várjuk azokat a csapatoknak a licenc feltöltését, akik a következő szezonban is a megyei élvonalba szeretnének indulni, illetve akik ott vannak a megyei élvonal elején, reméljük, hogy minél többen gondolják úgy, hogy adott esetben, hogyha úgy végeznek, akkor az NB3-os bajnokságot megpróbálnák, még akkor is, hogyha ebben az évben is ugye osztályozót kell majd játszani a megye 1-es bajnokoknak, ahhoz, hogy az NB3-ba játszassanak. Mint Kvaka Árpád elmondta, szinte valamennyi csoportban kiélezett küzdelem zajlik, de alapjában véve sportszerűek a találkozók. Az elmúlt hétvégén volt egy félbeszakadt mérkőzésünk, a találkozó, egy megyei harmadosztályú találkozó a rétközcsoportban a 30. percben félbeszakadt. Vannak itt mendemondák, de igazából hála jó Istennek ütésváltás nem történt, csak egyszerűen a hangulat olyan volt, hogy a játékvezető nem érezte biztonságban magát és a kollégáit, úgyhogy berekeztette a találkozót. Egyébként egyéb tömegjelenet probléma egyelőre még nincs, de ugye mindig április-május szokott az lenni, amikor élesedik a helyzet, amikor a megyei első osztályban a bajnoki címért harcolnak, ugye most is azért több csapat szeretne bajnok lenni, tehát azért nagy harc várható, a kiesésért szintén nagy harc várható, a másodosztályban a feljutásért, kiesésért szintén nagy harc várható, és bizony most úgy van, ahogy így halljuk, meg az információkat azért beszedjük, hogy a megye harmadosztályban is minden csoportban szeretne valaki feljutni. Tehát azért ilyen is ritkán volt, hogy minden megye harmadosztályú csoportban van, aki bajnok akar lenni, nem csak azért, hogy első legyen, hanem hogy magasabb szinten is szeretne szerepelni. A megyei első osztály tabelláját a 49 pontos Újfehértó vezeti a 46 pontos Kálósemjén előtt. A húsvéti forduló párosítása következő: Vásárosnamény Tarpa, Mándok Nagyecsed, Nyírmegyes Csenger, Mátészalka Nyíregyháza Spartakusz 2, Újfehértó Nyírbiletek, Kálósemjén Kemecse és Ibrány Nyírbátor. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Már több helyen is ültetik a burgonyát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A gazdálkodók idén a tavainál jóval jobb szezonban bíznak. Akkor a termés csaknem fele odaveszett a történelmi aszály miatt. A régióban egyébként szinte valamennyi nagyobb burgonya ültetvényt öntöznek. Az előző évhez hasonló forróságot és szárazságot azonban így sem lehetett kezelni.
200 milliós költségvetéssel és nagy várakozással tekint a jövőbe Szabolcs község a 2023-as év költségvetésének elfogadása után. A vármegye névadó települése idén készül a történelmi emlékhely cím hivatalos átvételére, és ugyancsak idén tervezik megnyitni a földtörténeti kiállítást is bemutató Tomori Kúria műemléképületét. Elsősorban a közúti ellenőrzések számát szeretné növelni Nyíregyházán a város rendőrkapitánya. Tavaly ugyanis 4%-kal nőtt a személyi sérülésekkel járó balesetek száma. Ezt mondta Tóth Attila 35 perc című műsorunkban. Az alezredes arról is beszélt, hogy céljuk eléréséhez idén is bevetik a drónokat, az úgynevezett FIM módszert, és szeretnének újabb fix trafi boxokat telepíteni a város forgalmasabb csomópontjaiban. Április 6-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este pedig ismét várjuk majd Önöket a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, a csapadékzóna északkelet felől nyugat felé húzódik, a déli órákig havazás, havas eső, eső egyaránt előfordul, majd inkább esőre számíthatunk. Délutánra 3 és 5 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.